Köszöntöm Önöket! Ez a Szentendre Ma című hírmagazinunk. Először nézzük híreink tartalmát röviden. Lemezbemutató gála. Kapi Gábor nótás kapitány 22 új számából hallhat koncertet a közönség hamarosan. Átadták a Gizella díjakat. A humanizmust, a toleranciát, valamint a környezethez és az embertársainkhoz való hozzáállást is értékelték. Kisgyerekkori viselkedési problémák. A Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény pszichológusa tart előadást október 3-án. Ünnepi műsorral egybekötve adták át idén is a Gizella díjat a Városháza dísztermében. A Szentendrei Általános Iskolák minden évben május 7-éig Gizella napig nevezhetik jelöltjeiket a díjra, de ezzel a kitüntetéssel nem kizárólag a diákok tanulmányi eredményeit jutalmazzák, hanem az olyan erényeket is, mint az önzetlenség, a becsületesség, a példamutatás és a segítőkészség. Az elismeréseket Kellár F. János Immanuel író, költő a Gizella díj alapítója adta át. Az ember egyik legfontosabb célja, hogy a személyiségéhez, lehetőségéhez képest tudjon önzetlen, segítőkész, jóra törekvő lenni. Ha az emberek már gyermekkorban elkezdenek kicsit is hinni a nemes eszmékben, az már siker. Vagy a Gizella díj alapítója, Kellár F. János Immanuel, íróköltő, nemzetközi borszakértő, esztéta, művészettörténész. A kitüntetést azért hozta létre, hogy jót szolgáljon vele Szentendre város és az emberek számára. Az elismeréseket péntek este a Városháza dísztermében adták át. Nagyon sokan tudják, sok helyen elhangzott, megjelent, hogy 2013-ban alapítottam ezt a Gizella díjat. Ez most már a 6. átadó itt a városunkban. A díj érdemrendjét egyébként Pistyur Imre Munkácsi díjas szobrászművész tervezte. Minden Szentendrei Általános Iskola és Intézmény állíthat egy-egy jelöltet május 7-éig Gizella napig, és ezek a jelöltek kapják meg a Gizella díjra jelölt címet. Nem tanulmányi eredményeket hivatott értékelni ez a díj. Olyan erényeket próbáltunk megfogalmazni, mint humanizmus, tolerancia, szeretet, környezethez, embertársakhoz való hozzáállás, tehát amik eddig talán nem is voltak így nevesítve és díjazva a gyerekek szempontjából. Nagyon lényegesnek tartom, hogy tényleg ezeket elismerjük. Én továbbra is azt vallom, hogy egyébként egy hiánypótló kezdeményezés volt. Remélem, hogy oda fog eljutni, ahova megálmodtuk ez a díj az évek során. Én úgy gondolom, már most is az eszméihez abszolút hű. És én biztos vagyok benne, hogy ennek jelentősége van, ezek a gyerekek, fiatalok, akik itt minden évben a jelöltek szerepében láthatóak, azok nem csak a kortársaiknak vagy a fiatalabboknak lehetnek példaértékűek, hanem nekünk is. Én nagyon sokat tanultam tőlük, úgyhogy le a kalappal előttük. Mindenkit díjazunk. Egy picit majd egy pár reformról is beszélnék, amit így a díj kapcsán azért megpróbáltunk és megpróbálunk megvalósítani. De talán a legfontosabb, és mindenhol ezzel szoktam kezdeni, hogy amikor ezt megálmodtuk, akkor mi nem győztesek és vesztesekbe gondolkodtunk, hanem győztesek és győztesekbe. Tehát ezért van az, hogy akit Gizella díjra jelölnek, az mindenki oklevelet kap, egyszerre kerülnek bele a tévéinterjúkba, rádióinterjúkba, nem csak a győztes visszük el bárhova, a honlapra, az archívumba, az újságba, mindenhova a Gizella díjra jelöltek neve kerül be. És én mindig is közösségbe gondolkodtam. Tehát én tényleg hiszek abban, hogy itt mindenkit egyszerre kell díjazni és jutalmazni. A díj névadója az alapító édesanyja, Fodor Gizella, tőzsgyökeres szentendrei, aki könyvtárigazgatóként, művelődés szervezőként és magánemberként is rengeteg értéket teremtett, és emellett embersége, becsületessége, önzetlensége, a világhoz való viszonya példaértékű. Ami a legfontosabb, mindig szoktam üzenni az intézmény vezetőknek, és hát a jelölő tanároknak is, hogy nagyon sok energiát, időt teszünk mi is anyagi ráfordítást abban, hogy éljen ez a díj, de hát ez nélkülük nem valósulna meg. Én mindig megszoktam ezt köszönni, és mindig csak hálával adózok előttük, ugyanis ők azok, akik talán életbe tudják ezt tartani. És nagyon fontosnak tartom, hogy hiszek abban, és ezt talán az összes bizottsági taggal el szoktuk mondani, és az ő nevükben is mondhatom, hogy minden egyes iskolában szerintem vannak olyan diákok, olyan fiatalok, akiket lehetne jelölni a díjra. Én abszolút úgy gondolom, hogy minden gyermekben ott van ez a kincs, minden gyermek egy csoda.
nekik óriási munka és felelősség, hogy ezt meglássák, és hogy előhozzák abból a gyermekből. De én hiszek benne, hogy ez a díj, ez önmagában már egy lehetőség és egy jutalom a diákok számára, és arra kérném az intézményvezetőket, és nyilván eredményesen azokat a tanárokat is, akik most itt ülnek, mert hát őrájuk évek óta számíthatok, hogy minden évben éljenek ezzel a lehetőségen, és állítsunk jelölteket minden egyes iskolából, mert így maradhat életbe a díj, és így ajándékozhatjuk meg a diákokat. Ezt nagyon fontosnak tartom. Az est további részében Szabó Lőrinc a Bolond igazsága című versét hallhatta és láthatta a közönség Balázs László Gábor és Hegedűs Dániel előadó művészek előadásában. Majd a jelöltek bemutatása után a díjak átadása következett. 2019-ben pedig aki a Gizella díjnak az érdemrendjét kapja, az Tóth Dániel a Dunakanyar Általános Iskolától. Nagy gondolás. Tóth Dániel a Dunakanyar Általános Iskola 6. osztályos tanulója kapta tehát idén a Gizella díj érdemrendet, amelyet Pistyúr Imre, munkásdíjas szentendrei szobrászművész tervezett. A többiek díszoklevelet vehettek át. Először mutatkozik be önálló kiállításon Csáki Róbert festőművész, aki 5 éve alkot a Szentendrei Régi Művésztelepen. A tárlatot hétfőn 18 órakor nyitották meg a MAN galériában. A kiállításon a festőművész legújabb alkotásaiból és az elmúlt esztendőben készült munkáiból látható válogatás. Csáki Róbert műveit egyszerre jellemzik a portrék és olyan fiktív helyszínek, amelyek titokzatos atmoszféráját organikus formák és városképi elemek szövik át. Csáki Róbert rendszeresen szerepel képeivel Magyarországon és külföldön egyaránt. A mostani kiállítása október 22-ig tekinthető meg, hétköznap 9 és 17 óra, hétvégén pedig 10 és 17 óra között. Az én falum nem oly híres címmel Kapi Gábor lemezbemutató koncertjét láthatja és hallhatja a közönség október 19-én szombaton. A Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében 15 órától lép fel a nótáskapitány 4 énekessel felváltva. A lemezbemutató koncert rendezője Horváth Jenőné lesz, a Kossuth Lajos nyugdíjas klub elnöke. A műsorvezető pedig Pölös János. A műsorban Kapi Gábor mellett fellép Bétót Magda, Budai Beatrix, Balázs Anikó és Osváth Magda, valamint a Kossuth Lajos nyugdíjas klub ezüstfény együttese. A nótás kapitányt Johann János Prímás és cigányzenekara kíséri. A nyáron elkészült új CD-m anyagáról fog elég tetemes számot hallani a közönség és látni, hisz 22 dal szerepel a CD lemezemen, és ennek a több mint kétharmadát el fogom énekelni, úgyhogy remélem fel tudom csigázni a kedves nézőnek az érdeklődését, és kíváncsian fog eljönnek, hogy meg mi ez a sok szám, amit énekelni fogok. Az én falom nem olyan híres cím, annál jött, hogy édesanyám kedvenc dala volt, én tőle tanultam ezt gyerekkoromban, a másik pedig maga a falu, az pedig a szülőfalum, egy kis nyírségi község, Nyírbátortól 12 kilométerre fekvő Encsencs község, ott nevelkedtem 14 éves koromig, és mai napig hazajárok, még a nővérem, unokaöcsém, meg hát többen laknak még ott a rokonságból is, a nyilván baráti körből is, és hát gyakorlatilag a két katona CD-m után, katona című CD-m után, ugye volt a Szádoros úrsája és a 32-es baka vagyok én, úgy gondoltam most egy civil számot, egy magyar nóta számot szeretnék címadónak választani, és édesanyámra való, meg a falura való tekintettel gondoltam azt, hogy ezt a számot fogom most címadóként felénekelni. Csak hölgyeket hívtam, azt előre elmondom, csak hölgyeket hívtam, és hát nyilván megpróbáltam úgy válogatni, akik közelebb állnak hozzám meg kicsit, mivel hogy ez a műsor rólam szól elsősorban, tehát így mondhatni a baráti vagy közelebbi kapcsolat miatt Bétót Magdát hívtam, aki már
több alkalommal volt vendégünk, ezt a közönség már jól ismeri őt. A Balázs Anikó, aki szintén volt több alkalommal vendégünk. Osváth Magdát vissza meghívtam újra, mert tavaly májusban nem tudott eljönni egyéb elfoglaltsági, tehát színházi elfoglaltság miatt. És hát most egy olyan hölgy is szerepel a fellépők között, akit már korábban egyszer akartam hívni, de szintén nem sikerült, nem tudtuk összehozni. Ő pedig Budai Beatrix, aki a Dankó Rádió szerkesztő műsorvezetője, és most úgy érzem, hogy örömmel elfogadta a meghívást, és részese szeretne lenni ennek a ünnepi hangulatnak. A koncertet Kapi Gábor szerkeszti, ő hívta meg a fellépőket is. A Hamvas Béla Pest megyei könyvtár színház termének maximális befogadó képessége 380 fő. Még lehet jegyeket vásárolni, amiket akár telefonon is meg lehet rendelni, személyesen a nótás kapitánynál. Nyilván lesznek azért meghívott vendégek is, hogy akár innen a tévétől is szeretném, hogyha többen eljönnének, a kulturális KHT-tól szeretném, hogy eljönnének, akiket el tudnak jönni, meg tudunk hívni, és elsősorban természetesen a polgármesteri hivatal és a Artiszti Akadémia vezetőjét, illetve képviselőjét várjuk nagy szeretettel. Ezen kívül ugye 380 főből levesszük ezt a néhány embert, a többi jegyet szeretnénk eladni, még lehet jegyet kapni, nálam lehet rendelni, nem muszáj eljönni, mert a házban nem árusítják a jegyet, nem muszáj eljönni, telefonon, hogyha megkeresnek, akkor én névre szólóan elteszem a jegyet, és az előadás előtt fél órával, vagy már egy órával akár át lehet venni a jegyeket, és akkor kell kifizetni. A koncert rendezője Horváth Jenőné lesz, a Szentendrei Kossuth Lajos nyugdíjas klub elnöke. A szervezetnek szintén tagja Kapi Gábor, aki gyakran énekel a közösségi összejövetelek alkalmával is. A rendező és az énekes elmondása szerint mindig számíthatnak egymásra a klub tagjaival. Ez az összetartás ennél a koncertnél is fontos volt. Ez a műsor most már több éve a Kossuth Lajos nyugdíjas klub segítségével jön létre. Minden segítséget megadunk a Kapi Gábornak, nyilván ő is a klubunk tagja, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ő ezeket a sikereket eléri. Nagyon sok munkája van benne, és szíves örömes támogatjuk. A klubtagjaink segítenek a jegyárusításba, hát páran segítenek a színpadi berendezésbe, meg egyéb dolgokba, de a műsorra a vendégeket azt mindig Gábor tudja, hogy kiket szeretne meghívni, kiket szeretne ő együtt énekelni, és hát kiket kedvel a közönség. Nyilván befolyásolja az is egy műsornak a menetét, hogy kik azok, akik a kedvencek, és azok közül mindig próbálunk meghívni egy pár embert. Amióta a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub rendezi a műsorokat, azóta megbeszéltük a Gáborral, hogy az Ezüstfény Együttesnek adunk lehetőséget, hogy meg tudják mutatni, mit tanulnak, milyen blokkokkal készülnek egy-egy rendezvényre, és ezáltal nekik is van lehetőségük, hogy felkerüljenek a színpadra, énekeljenek, és azt hiszem, hogy ez meg is látszik rajtuk, hogy örömmel énekelnek, mert amikor felmennek a színpadra, akkor már nem semmi gond, semmi baj, nem fáj semmi, hanem mindenki vigan, vidáman énekel, és örül annak, hogy részt vehet ezeken a rendezvényeken. Nagy lehetőség nekik is, mert azt hiszem időskorban amatőr emberkék nehezen jutnak el egy nagy színpadra, és ez nekünk is jó, hogy meg tudjuk nekik ezt, vagy biztosítani tudjuk nekik ezt a lehetőséget. Koncertjegyek az utolsó napig, október 19-éig kaphatók. További információk elérhetők a www.notaskapitány.hu weboldalon. A kisgyermekkorban előforduló viselkedési problémákról tart előadást a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény pszichológus szakembere október 3-án csütörtökön 17 órától 18 óráig egy szentendrei könyvesboltban. Hallhatnak többi között a hiperaktivitásról, vagy például az autisztikus spektrumzavarról. Várnak minden szülőt, nagyszülőt, pedagógust és érdeklődőt. Az előadás után bárki feltelti kérdéseit, így lehet nyílik megvitatni a személyes és egyedi tapasztalatokat is. Az eseményre a belépés ingyenes. Végül pedig a várható időjárásról. Kedden sok napsütésre, csapadékmentes időre számíthatunk. Délután 20-26 fokot mérhetünk.
Adásunk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Az Én Falunk Nem Oly Híres címmel Kapi Gábor lemezbemutató koncertjét láthatja a közönség október 19-én szombaton. Először mutatkozik be önálló kiállításon a MAN galériában Csáki Róbert festőművész, aki 5 éve alkot a Szentendrei régi művésztelepen. A kisgyermekkorban előforduló viselkedési problémákról tart előadást a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény pszichológus szakembere október 3-án egy szentendrei könyvesboltban. Önök a Híradót látták, maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan Fókuszban című magazin műsorunk következik, amiben bemutatjuk a 2019-es helyi önkormányzati választáson induló szentendrei jelölteket. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Friss hírekért keressék fel weboldalunkat, a szentendre.media.hu/tv-szentendrét, ahol élőben is nézhetik adásunkat. A közösségi oldalakon is folyamatosan frissülő tartalmakkal várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!